Így készítik és javítják a forgóvázakat a szolnoki üzemben. A Stadler vasúti forgóvázak nagy javításával és összeszerelésével foglalkozó üzeme 2013-ban kezdte meg működését a cégcsoport szolnoki vasúti kocsiszekrénygyártó csarnokában. Évente nagyjából 250 darab javítását, gyártását bírja el az üzem, de a jövőbeli rendelések száma jelentősen nőtt, így a kapacitás bővítése és Szolnok mellett döntött a cég. 10 milliárd forintból húz fel új üzemet a volt cukorgyár területén. Ebből körülbelül 1 milliárd forint az egy nagyon masszív technológiai fejlesztés, gépbeszerzések, színvonalemelés, és további 10-15 munkavállalónak fogunk tudni helyet biztosítani, munkahelyet teremteni. A beruházás két ütemben valósul meg. Az első keretében, ami áprilisban indul, egy 8000 négyzetméteres üzemet építenek fel, melyből 7000 négyzetméter a gyártásé, 1000 négyzetméteren pedig irodák lesznek. A második, idén nyáron kezdődő ütem során egy maximum 20000 négyzetméteres raktárcsarnok épül. A szolnoki üzem jelenleg mintegy 1800 négyzetméter területen működik, így a technológiai fejlesztés óriási növekedési lehetőségeket biztosít a vállalat számára. 15 a MÁV-nál közlekedő Flirt motorvonatnál mind a 75 forgóvász szornokon készült. A GSF számára szállítandó 10 darab motorvonatunk mind az 50 forgóvász szornokon készült. A forgóvázak már elkészültek, a komplett vonat az majd nem sokára elkészül. És a 40 darab emeletes motorvonatra aláírt, tavaly áprilisban aláírt keretszerződésünk mind a 480 forgóváza Szolnokon fog készülni. Az elmúlt 30 év legjelentősebb forgóvázgyártása Szolnokon van, hangsúlyozta Dunai Zoltán. Ilyen nagyságrendben az elmúlt 3 évtizedben senki sem gyártott a magyar piacra. Több munkahely, nagyobb adóbevétel és nem utolsó sorban presztízsérték a Stadler bővítése, mondta Szalai Ferenc polgármester. A rendszerváltás óta Szolnok az a város, ahol újraindult a magyar vasúti gépgyártás. És hogyha van kormányprogram, mondjuk közlekedési infrastruktúra fejlesztésben, akkor ez is oda tartozik, hogy ez milyen hihetetlen erő és mekkora átgondoltságot igénylő dolog, hogy az ország álljon a saját lábára, mondjuk a vasúti kocsik, a mozdonyok, a motorvonatok gyártásában. A tervek szerint az új üzemcsarnokban várhatóan még az év harmadik negyedévében elindul a termelés.